Szia mindenki, ma csinálok egy ilyen főzős videót nektek, ez egy ilyen tejszínes gombás húsika, és ha tetszik, ahogy kinéz, akkor maradjatok, és megmutatom, hogy hogyan kell megcsinálni. Először is kell egy fej hagyma, meg két fokhagyma gerezde, és egy egész csomag csipergegomba, azt hiszem ilyen 400 grammos, vagy 500, mindegy, még igazából, de egy ilyen kéne. Megpucoljuk a hagymát, meg a fokhagymát, és kis picit darabokra, meg apróra vágjuk őket. Utána viszont félre fogjuk azt az egészet tenni, hogy meg lehessen pucolni a... mi az a gombát, mert az sok idő, nagyon sok idő, szóval úgy készüljetek fel, hogy sokáig fogjátok azt pucolni, mert teljesen meg kell, meg feldarabolni is őket. Én meg szoktam mosni utána, nem mindenki szokott, de én igen. Egy kis olajat megmelegít el, és utána bele fogod tenni a hagymát, meg a fokhagymát, megdíszolod egy kicsit, kavargatod, addig, amíg nem lesz üveges. Utána én bele szoktam tenni a megmosott hús, mert már megpucultam, levettem róla a bőrt, mert mi úgy szeretjük. Azt beleteszem, a gombát is beleteszem, meg még két evőkanál delikátot. Fel szoktam önteni egy kis tiszta vízzel, meg összekutyolok mindennel, hogy jó alaposan megfőjön minden. Utána meg le szoktam fedni, hogy párolgassam, meg főjön alatta. Olyasmi, mint egy pörkölt, de ez most nem pörkölt, ez ilyen. Mikor már úgy veszem észre, hogy már megfőtt, akkor leveszem a fedőt, hogy elpárolgasson a víz, hogy elfőjön a leve egy kicsit, utána egy kis főzőtejszínt bele szoktam tenni. Van több fajta főzőtejszín, de én ezt használtam, mert nem kell hozzáadni lisztet se semmi. Bele szoktam kutyolni az egészbe, kicsit felrotyog megint, utána ez a rész kész, le szoktam menni a tűzhelyről, és a tésztát várom, hogy kész legyen az. Én ehhez mindig tésztát szoktam tenni, ha neked rizs, vagy krumpli, vagy bármi, amit akarsz, lehet, de remélem, hogy tetszett nektek ez a videó, és kipróbáljátok. Sziasztok!